Tisztességtelennek tartja Tüttő Kata főpolgármester helyettes, hogy a kormány csak nem 2 milliárd forinttal több hozzájárulást kér Budapesttől az elővárosi közlekedés finanszírozására. Szerinte ezzel veszélybe kerül az alapvető közszolgáltatások működtetése is. Vendégünk Tüttő Kata. Itt van tehát a főpolgármester helyettes, jó estét! Jó estét kívánok! Az óévet nagyjából azzal a kesergéssel zárta a főpolgármester hivatal, hogy hogyan lesz jövőre, ezt egyelőre senki nem tudja. Az óévet hogy kezdik? Tudják magyar, már? Magyar közlönnyel, tehát hogy minden reggelünk így indul. De most nem történt semmi, 3 napja már. 3 napja? Azóta is számolgatjuk az utolsó közlőnek a hatásait. Az a december 31-i megjelent, ahol még néhány ötlettel a kormány előállt, ugye? Ugye, amit én tisztességtelennek neveztem, ugye, hogy a kormány egyrésztről megtiltotta mindenkinek, hogy bármiféle díjat emeljen. Az önkormányzatok még az inflációval sem emelhetnek semmilyen díjat, miközben a kormány meg úgy döntött, hogy ő maga megemelte az autópályadíjakat, megemelte a postai szolgáltatások díját, és ugye, ami nekünk különösen fáj, hogy 27%-kal meg akarja emelni azt a díjat, amit azért fizet a főváros, mert a kormány elvette egyébként az agglomerációs buszközlekedést, meg átvette a hévet. Ugye Tarlós István adta át a hévet a kormánynak, ugye nem jó kedvében, meg nem hobbiból, hanem azért, mert már akkor sem maradt elég forrás arra, hogy az önkormányzat fent tudja tartani a budapesti közösségi közlekedést. Tehát ha azt akarom megkeresni, hogy melyik a legégetőbb pont ma, ez a közösségi közlekedés finanszírozása. És akkor azt mondja a kormány, hogy neki emelkednek a költségei, de az, hogy a fővárosban eltűnt a jegyárbevétel, meg hogy minden költség megemelkedett, ez meg nem számít. Ugye ma ott tartunk, mert megy ez a vita arról, kinek mennyi pénze van, és tudom, hogy mindenki unja, meg nagyon sokan. A rengeteg tartaléka van, mindig ezt mondja. Világos, de ugye ezt le tudom egyszerűsíteni, ezt a dolgot, hogy talán pontot tudok tenni a kérdőjelek végére. Egyetlen adóbevétel van a fővárosnak. Ugye mi budapestiek rengeteg adót fizetünk áfát, jövedéki adót, személyjövedelemadót, mindent. Ebből ugye van vagy 50 féle adó. Van vagy 50, ebből csak a 3 legnagyobbból befizetünk több mint 3000 milliárdot, és ebből 0 marad itt helyben arra, hogy legyenek utak, meg közösségi közlekedés, meg hogy lehessen itt normálisan élni, meg életbe tartsuk a fákat. Ugye egyetlen adóbevétel van itt, ez a vállalkozások által befizetett iparűzési adó. És ez az, amit a kormány csonkol, csak hogy az arányukat lássuk, ez olyan, hogy van egy család, a kedvencem, ezek a hagyományos családmodellek, ahol a család mindkét felnőtt tagja dolgozik, én egy kicsit többet, mint a másik, viszont minden bevétel a család főhöz folyik be, nálam meg marad a családi pótlék. Na, körülbelül ilyen arányok vannak, nálam van a családi pótlék, mint főváros, és a kettőnk közös fizetése, meg a családfőnél, és nekem kell megvenni a gyerekeknek a bérletét, meg befizetni az ebédet, és ma ott tartunk, hogy én nem tudok a gyereknek téli cipőt venni, és abban bízom, hogy nem fog hó esni, miközben a családfő meg vesz egy új vadászpuskát, és éppen tervezgeti a kanadai grizzly vadászatot. Miről jutott az eszébe, nem tudom, talán a vadászkiállítás. Hát vadászkiállítás, meg volt ez a másik csoda, hogy évvégén a kormány még adott egy alapítványnak a mi közös vagyonunkból 90-valahány milliárd forintot, ugye ez a Matthias Corvinus kollégium, akik többek között tanulmányutat szerveznek Kanadába, hogy grizzly medvéket láthassanak. Hát lehet, hogy azt is meg lehet tanulni, hogy finanszírozás nélkül hogyan lehet finanszírozni. Hogy áll most a BKV finanszírozása? Mert ugye, ha jól értem a szavait, akkor ez a legnagyobb tétel, meg ez a legnagyobb kérdés. Ugye ez a legnagyobb kérdés szerintem a kezdetektől fogva. Tarlós Istvánnak is ez volt a legnagyobb kérdése, tehát, hogy nem jön ki a matek a közösségi közlekedésben, mert nagyjából ez Budapesten kerül 200 milliárdba, az utasok ennek békeidőkben a járvány előtt megtérítették az 1/3-át, és ez az arány, ez jó, ez normális, ez máshol is így van. Hiszen az a feladata a közösségi közlekedésnek, hogy mindenki eljusson dolgozni, iskolába tudjon mozogni, ne autóval járjon, megfizethetőnek kell lennie. Az a kérdés, hogy a maradék 2/3-ot ki miből tömibe. Ugye adóbevételekből tudjuk ezt kifizetni. Na most az adó 90%-át a kormány szedi be, tizet meg mi szedjük be. És mégis ezt a lyukat úgy tömjük be, úgy finanszírozunk ezt a hiányt, hogy mi tömjük majdnem az egészet, a többit valamit hozzáad a kormány. Ami most felgyorsította ezt a folyamatot, már a nehézségeinket, az, hogy a jegyárbevétel is eltűnt. Tehát ma az utasok az 1/5-ét fizetik meg nagyjából annak, ami bekerül, és van itt egy nagyjából 160 milliárdos lyuk.
Már egy 160 milliárdos finanszírozási? Egy 160 milliárdos finanszírozási. A 200 milliárdból? Igen, mert nagyjából a jegyárbevétel most, ahogy látjuk, az körülbelül olyan 40 milliárdra teljesül. Ez azt jelenti, hogy február végére racionálisan le kéne állítani a tömegközlekedést? Hát ugye nem, mert ugye vannak adóbevételeink. Na, hát és akkor ezt tegyük hozzá. És akkor ezt tegyük hozzá. Tehát, hogy van a közösségi közlekedésben, az utasok megtérítenek egyrészt, az összes többit meg adóbevételekből kell befizetni. Ebből a kormány, ebből a 160 milliárdból mondjuk befizet 12 milliárdot. Újabb fél hónap. Oké. A többit meg nekünk kellene iparűzési adóból fizetni. Csak hogy ez az iparűzési adó, mert ugye ez a feladatunk, az iparűzési adónak ez a feladata, hogy elsősorban a közösségi közlekedést finanszírozzuk belőle, de ez ma várhatóan kevesebb, mint a közösségi közlekedésnek a kiadása. Mennyivel kevesebb? Most mi 139 milliárddal számolunk, de úgy, hogy nem tudjuk, hogy ez a parrakféle javaslat, ez milyen hatással lesz a költségvetésünkre, hiszen erről valódi információnk akkor lesz, amikor az adózók befizetnek. 139 csak az adóból? És akkor ehhez jön a jegyárbevétel, meg az a kevés, amit a kormány hozzátesz. Akkor jól számolok, akkor hiányzik 30 milliárd a BKV közlekedési. És ez csak a közösségi közlekedés. Uh-huh. Ez így van, és akkor még nem volt közvilágítás, nem költöttünk, nem takarítottunk, nem működtek a jelzőlámpák, nem költöttünk a fákra, nem kaszáltuk le a parlakfüvet, nem költöttünk színházakra, múzeumra, könyvtárakra, minden máshoz. A működtetés az ön dolga, ugye? Ez így van. Akkor van a fejében egy terv arra, hogy mit lehet tenni, hogyha semmit sem lehet tenni? Tehát akkor lekapcsoljuk a diszkivilágítást, hetente egyszerűen a kukásautó, nem tudom, nem akarok ötletet adni, kérdezem. Erre nincsen út. Tehát, hogyha a város nem működik, akkor az ország sem működik, és nem fogjuk feladni az önkormányzatiságot. A kormány eldöntötte, és ez nem csak az ellenzéki városokról szól, ez minden magyar önkormányzatot érint, és minden magyar önkormányzatról szól, nem egy éve kezdődött, ez 10 éve zajlik, hogy szűnnek meg az önkormányzatok, ez a folyamat gyorsult fel. Tehát nem megszűnnek az önkormányzatok, csak a feladataik. Hát ha nincs pénz, meg nincs feladat, akkor nincs önkormányzat, mert ez ugye arról szól, hogy legalább a befizetett pénzünk egy részéről eldöntjük, hogy stadion épül belőle, vagy parkot csinálunk. A kormány eldöntötte. Ugye mi reménykedtünk eddig, hogy tárgyalóasztalnál ezt meg lehet oldani. Eldőlt. Tehát a hadüzenet megvolt a kormány részéről, hogy megszünteti az önkormányzatiságot, elaltathatja Debrecennek Székesfehérvárt, de ők is tudják, hogy gyakorlatilag ezzel vége van. Úgyhogy most az történik, hogy szövetségeseket keresünk. Tehát, hogy meg fogjuk védeni az önkormányzatainkat, meg fogjuk védeni a városainkat, Budapest, de szabad hogy? Városok. Hát abból nem lehet gázolaját venni a buszba, hogy védekezünk. De vannak erre ötleteink. Tehát, hogy az első kör az egyrészt az ellenzéki pártok szövetségre léptek, ugye egy kormányváltás az ma már az egyetlen, ami ezen a helyzeten változtatni tud. Hiszen a Fidesz kormány eldöntötte, hogy nem akar önkormányzatokat Magyarországon. Az, hogy eljussunk a kormányváltásig, ahhoz gyűjtünk szövetségeseket. Ellenzéki pártokat, önkormányzatokat, nem csak ellenzéki önkormányzatokat, és szövetségbe hívjuk a budapestieket és a többi város lakót is, hogy ebben a harcban álljanak mellénk, és igenis kérni fogunk. Ahogy ma kérjük a budapesti vállalkozásoktól, maguktól is ajánlják, hogy aki megteheti az elengedett iparűzési adót, az ha megteheti, fizesse be. Fogunk kérni a szövetségeseinktől, fogunk kérni a budapestiektől is. Én ma azt tudom kérni a budapestiektől például, hogy a közösségi közlekedés biztosítása érdekében, aki megteheti, az vásároljon bérletet. Lesz szövetség, és fogunk kérni sok mindent azért, hogy megmaradjanak az önkormányzatok. Mozgalmas, sűrű évünk lesz, boldog új évet kívánok önnek, meg a budapestieknek is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.